Köszönöm szépen, akik látták Szantusz János Roktérítő című filmjét, azok részleten kívül számos más részletet is tudnak, többi között azt, hogy az iménti részletben szereplő muzsikus fiú Pajor Tamás megtéréséről is szól ez a film. A film valahogy úgy végződik, hogy Pajor Tamás, a Neuritik együttes vad indulatos muzsikusa barátaival az utcán énekel Jézusról, és Jézus igéjét hirdeti. Tamás most itt ül a stúdióban, úgyhogy a képet össze lehet hasonlítani az iméntivel, amit még a filmbeli jelenetben lehetett látni. És én arra lennék kíváncsi, ugye jól tudom, most már 2 éve ennek a történetnek. Igen. Hogy azóta még történtek-e további változások az életedben, vagy pedig akkor ezzel a választással megtörtént az igazi, és azóta egy sínen úgy zajlik az életed, ahogy akkor rátaláltál. Hát annyit tudok mondani erről, hogy az életem az csupa változás, de azon az úton megy tovább, ahol a filmbe elbúcsúztam, mert ez egy csodálatos élet, amiről itt nyilván fog szó esni a későbbiekben. Abból az állapotból, amit abban az időben képviseltél, a neurotik együttes élén és egyáltalán a létformával, ami úgy gondolom, hogy az akkori zűrzavarosi világ tagadása is volt egyben. Azt gondolom rólad, hogy rendetlennek tartottad a világot, amivel szembeálltál akkor. Másféleképpen, mint most, nem? Igen, azt nem tudom mondani, hogy nem állok szembe a világgal, de azt el tudom mondani, hogy a megváltozásomat az a fantasztikus tény okozta, hogy volt egy találkozásom Istennel, ami teljes mértékben megváltoztatta az életemet. Ez egy teljesen valóságos szellemi találkozás volt, mint ahogy a Biblia azt írja, hogy Isten az egy szellemi valóság. Sőt, azt mondja, hogy minden, ami létezik, ebből a szellemi valóságból állott elő Istenből. És a Biblia azt mondja, hogy Isten és az ő beszéde az közel van az emberekhez. Tehát nem egy távoli öreg apóka, aki semmilyen hatással nincs a történelemre, hanem egy nagyon valóságos, nagyon erőteljes Isten. És ő volt az, aki megváltoztatta az életemet. Lehet, hogy ez meghökkentőnek tűnik, mivel innen a tévéből legalábbis idáig a legtöbbször azokat az eszméket és ideológiákat támasztották alá, amelyek Isten tagadására épültek, vagy legalábbis szembehelyezkedtek, és ezzel a szembehelyezkedtek a Bibliával, Istennel, és egy olyan materialista, ateista világnézetnek az alapjait erősítették inkább, amiről meggyőződésem, hogy nem igaz, és amelyel nem is akarok itt ezen a fórumon keresztül vitatkozni, egyszerűen csak néhány olyan tényszerű dolgot szeretnék elmondani az embereknek, amit közvetlenül megtapasztaltam az életemben. Az első tapasztalás, amiről most már említést tettél, Istennel való találkozásod. Azt hiszem, hogy erre akkor ezek szerint nem voltál külön fölkészülve, de lehet, hogy nem is kell felkészültnek lenni, hiszen ez egyszer csak jött, nem? Így van. Ez hogy történt? Ez úgy történt, hogy 17 éves koromban olvastam a Szentírást, és mivel azért sohasem olvastam, nagyon megérintette a szívemet, és tudtam, hogy ami ott le van írva, az igazság. Tulajdonképpen attól kezdve már ez irányította az életemet. És persze homlok egyenest ellenkező irányba mentem, és nem akartam annak a gépszínnek az áldozata lenni, ami kíméletlenül lenyomja a világba az embereket, beleviszi a fogyasztásba, fogyasztáscentrikus életmódba, abba az életbe, amiben felkelés, lefekvés, párzás és a satöbbi ezekhez hasonló dolgokat kénytelen csinálni az ember, és azt látja, hogy nincs kiút belőle. Ez borzasztóan riasztott engem, és gyűlöltem ezt az életformát. Inkább bármit megtettem volna, és meglehetősen, ahogy mondtad, vad és bűnöző életet éltem, hogy ezt megfelelő módon ki tudjam kerülni. De sokáig működött bennem a lelkiismeret szava, ami minden emberben működik, megszületésétől kezdve, és egyre erősödött ez bennem, és egyre világosabbá vált bennem, hogy amit csinálok, az nem vezet el az igazsághoz, és nem tudom megtalálni azt az eszközt, ami által az embereken segíteni tudnék, mert végül is ez volt a célom, hogy segítsek az embereken, persze sok más célom is volt, és nem akarom magam pozitívabbnak beállítani, mint amilyen voltam, csak egyszerűen
egyszerűen minden emberben van a lelkiismeret, és a lelkiismeret az szól az emberhez, és mindig minden ember egy bizonyos szintig, a bűnnek egy bizonyos fokáig tudja, hogy mikor mit követel, tudja, hogy mit cselekszik. És én is tudtam, és eljött egy pillanat az életembe, amikor ezzel a tudással úgy kellett szembenéznem, úgy kellett konfrontálódnom, hogy be kellett látnom, hogy az életem, amire föltettem az életemet, a rock and roll, és ebből a rabságból való, ilyen módon való kitörés, ez egy zsákutca, egy óriási hazugság.